Díjmentesen térítik vissza a bérletek árát a máfstartnál és a Volán busznál. A társaságoknál november 11-ét megelőzően vásárolt, és november 11-i vagy azutáni kezdő érvényességű 30 napos bérletek árának 100%-át visszatérítik kezelési költség felszámítása nélkül, ha az igényt november 18-áig benyújtják a november 11-e előtt kezdődő érvényességű és a visszatérítési igény benyújtásakor még legalább 15 napig érvényes, 30 napos bérletek árának 50%-os visszatérítése esetén sem számolnak fel kezelési költséget, olvasható az MTI-n. A MÁV Start esetében a jegypénztárakban, automatákban vagy az elvirán vásárolt papír alapú bérletek esetében az utasok a pénztáraknál, az ügyfélszolgálatokon személyesen vagy levélben nyújthatják be a visszatérítési kérelmet. A bérlet értékét minden esetben a megadott számlaszámra utalja vissza a vasúttársaság. A MÁV applikáción megváltott bérletek esetében az utasok elektronikus úton nyújthatják be a visszatérítési kérelmüket. Ez esetben a visszatérítés a vásárláskor használt kártyához kapcsolódó bankszámlára történik. A volánbusz esetében a bérletjegyek visszaváltására, a vásárlás módjától függetlenül pénztárakban van lehetőség. Ez esetben a bérlet tulajdonosának be kell mutatnia a személyi igazolványát vagy a diák igazolványát. A pénztárakban lehet benyújtani az online megváltott és kinyomtatott bérletekre vonatkozó visszaváltási igényeket is. Az online megváltott, de ki nem nyomtatott bérletek visszaváltását a volámbus.hu oldalon lehet kezdeményezni. A Kecskeméti közlekedési központnál jelenleg csak az egészségügyi dolgozók esetében történt változás. Ők ugyanis díjmentesen utazhatnak a Kekkó járatain. A Mávstart Start és a Volámbus esetében bővebb információkat a híres.hu-n olvashatnak.